Az ősrégi tradíció szerint négy elem építi fel a világot. A föld, a víz, a levegő és a tűz. Az ember talán középen áll, és ami a meztelen bőrét körülveszi, az az örvény. Hegymászás Magyarországon egy tényleg egy átkozottul nehéz dolog, szinte néha egészen groteszk, hogy hogy lehet hegyek nélkül hegyet mászni. Úgyhogy a magyar sziklamászok meg hegymászok kicsit az kis sziklákba bele vannak szorulva. De ez mondjuk nem is annyira beleszorulás, mert valahol ez egy gazdagság is, hiszen ilyen kicsibe kell megtalálni azt, ami nagyon szép a mászásban, amelyik ez egy külön műfaj is, a bulderezésnek több százezeren csinálják a világon, hogy pár méteres sziklákon, akár napokig, meg hetekig gyakorolnak egy-egy problémát. A sziklamászás természeti sport. A mozgás és a hegyi világ szeretetén alapul. A mászók nem csak a több száz méter magas sziklafalakban, hanem a legkisebb sziklákban is fantáziát látnak. A legeslegkisebb kőtömbök mászásához még kötél sem szükséges. Persze nem árt, ha óvatosan mozog a mászó 5-8 méter magasságban. A buldermászás az egy nagyon ilyen intim, otthonos dolog, szóval általában akik ezt a kis sziklákon való mászást nagyon magas fokra viszik, azok nagyon ismerik ezeket a kis sziklákat, tehát oda járnak egyébként. Gyakran még el is koptatják ezeket a köveknek egyes részeit, annyit másznak rajtuk. Ez a buldermászás. Maximális erőt, robbanékonyságot és koncentrációt követel. Transz olyan értelemben, hogy külvilágot azért kizárja a mászó, és arra a momentumaira figyel, ami azzal a tevékenységével tökéletesen összefügg, amit éppen csinál. Az lehet egyetlen mozdulatnak a hihetetlen pontos rögzítése, mint a buldernél, vagy egy big wall mászás, és az az egyetlen mozdulat, ez egy hétig tart, és tulajdonképpen nem történik más, mint hogy egy ilyen sziklafal aljáról a tetejére felkerülsz, és ez csak egyetlen mozdulat, de mégis minden momentum az egyetlen zárt egységként van. A szikla a mozgás lehető legkeményebb terepe, ezért a sikerhez látság és alkalmazkodó képesség kell. A mászás az nekem is, mint sok ilyen vérbeli mászónak, alapvetően a mászáson, a mozgáson, a természeten, utazáson és a barátokon alapszik, ez a három dolog. És ez a hármas ilyen dolgot próbálom mindig keresni a mászásban, és ez a három dolog ez jól megy, meg jól működik, akkor úgy érzem, hogy helyes úton járok a mászásban. Hello.
A Dél-Amerika modern városaiba érkező utazó, mintha mesebeli próbának lenne kitéve. Mielőtt eljuthatna álmai színterére, eleget kell tennie a helyiek érdeklődésének, és persze megbirkóznia az állandóan nyüzsgő város forgatagával. A városok lüktető fergetegéből kiérve a nyugalom és az időtlenség szigeteire jutunk. Míg évszázadokkal ezelőtt a kontinens az Eldorado, azaz aranyozott ember országáról és a magas hegyek kultúrnépeiről szállongó hírével vonzotta a gyarmatosítókat, ma leginkább a kalandvágy csalogatja az utazókat. Titicaca tó, Machu Picchu, Patagónia. Dallamosan csengő, titokzatos nevek. Sokan vannak, akik jártak már itt, és visszavágynak. És még többen, akik csak álmodoznak arról, hogy közelebb kerüljenek egy távoli, egzotikus világhoz. Amit nagyon, nagyon gyorsan és hamar lehetett érezni, hogy az emberek nagyon nyitottak és barátságosak, és segítőkészek. Szóval egyből tulajdonképpen biztonságban érezhettem magam. Három magyar fiatal nem mindennapi expedícióra vállalkozott. 2003 elején elindultak, hogy utazást tegyenek a messzi kontinensen és önmagukban. Chile különös adottságokkal rendelkező ország. 4300 km hosszú, és mindössze 200 km keskeny. A különös alakú országhoz azonban rendkívül sokszínű és gazdag domborzati és éghajlati adottság párosul. Míg északon esőerdők, délen pedig örök hófette hegycsúcsok találhatók, addig az ország más részein a csapadék ritka, mint a fehér holló. Az inkák mitológiája szerint Viracochának, a jó és békés világteremtő istennek volt egy megátalkodott gonosz fia, Tauapaka. Örök ellentét volt apja és fia között. Ahol Viracocha hegyeket teremtett, ott Tauapaka szakadékokat. Amikor Viracocha termékeny síkságot teremtett, Tauapaka terméktelen hegyekké változtatta azokat. Viracocha forrásokat fakasztott a kövekből, Tauapaka pedig kiszárította a forrásokat. Az inka mitológia szerint így jött létre Dél-Amerika varázslatos tája. Ma azonban már nem istenek vágyai alakítják a tájat, hanem maga az ember. Ahova elmegyünk, ott azért egy másik kultúrával fogunk találkozni, olyan tájakon járunk, ahol egyébként nem járnánk. Tehát nem csak önmagába véve a mászás az, ami kitölti ezt, hanem tényleg az utazás is. És ez egy kaland tulajdonképpen, tehát innentől kezdve az egész lehet úgy mondani, hogy ez egy utazós, kalandos dolog. Thank you.
Bár úgy tűnik, Patagónia mégsem egy mesebeli ország, hanem a Colorado folyó és a Magellán szoros közötti hatalmas terület. A legenda szerint, amikor Magellán felfedező útján erre járt, a hatalmas papucsot viselő Tehuelches indiánoknak a nagypatájú nevet adta. Dél-Amerika legdélebbi részén a tűzföldön élő pingvinek ma is őrzik a legendás felfedező nevét. A szoros, melyet először Magellán pillanthatott meg, azonban mára már magán viseli az emberi kéznyomait. Szia, Gábor! Ez itt Patagónia, ez még nem a hegyek, ez a tenger. Na, itt gyorsan berajzoljuk, hogy hol kellene mászni. Ez melyik csúcs lehet? Ez a... Kvárnosz. Na, te tudod. Na, ez ott van a maszkara ott mögötte. Badárvölgy, és itt lesz a francia völgy. Itt minden erről szól. French Valley. Valle Frances. Valle Frances. Elmagányosodott. Különül. Már különül. Még nem is vagyunk a hegyen. És már különül tőle. Mi lesz később? Patagónia az extrém hegymászás egyik fellegvára. A csúcsok csupán 2-3 ezer méter magasak. Mégis ezek a jégkorszakban tükörsimává csiszolt gránit tornyok földünk legnehezebben meghódítható hegyei közé tartoznak. A Fritz Roy, a Cerro Torre, a Torres del Paine és a többi sziklatű a lehető legnagyobb kihívást jelenti azoknak, akik megszállottan keresik a nehézséget. A hegyek lábánál csupán néhány menedékház működik. A völgyek lakatlanok, kevés kiépített ösvény vezet bennük. A hegymászó expedíciók épp úgy magukra vannak hagyatva, mint a turisták, akik könnyű hátizsákokkal barangolják be a hegységet. Látnivaló van elég. Torres del Paine hegyi világa egyszerűen lélegzetelállító. A véget nem érő cipekedés szervesen hozzátartozik a patagóniai expedíciókhoz. Itt nincsenek teherhordók, mint a Himalájában. A hegymászók saját maguk serpái. A 200 kg-nyi felszerelés felhordása roppant monoton, de jó belépő a nagy falak megmászásához. Néhány nap után kialakul az emberben a kellő alázat a hegyek iránt. Zord és változékony időjárás van Patagóniának. De ez tulajdonképpen az adja az egyik szépségét is az egész hegységnek. Mind a
amit az ember lát, illetve a hangok tekintetében. Nagy hegységben meglátok egy kicsi gránit tömböt, azon rögvest elindul a képzeletem, hogy ezt, meg azt, meg amaszt kéne megcsinálni. De ha meglátok egy nagy falat, akkor meg azok képzetek merülnek fel benne, hogy milyen jó lesz a falat megmászni, vagy ott lakni rajta, vagy milyen utak vannak rajta, vagy hogy néz ez ki északról északra, amikor rásik a hó, vagy éppen kiszárad. Tehát ez egy ilyen világ. Bolygónke szegletében a veszélyes gleccserek, az omlékony morénamezők és a sima gránittornyok egy vadvilágot őriznek az emberi tevékenység nyomától szinte érintetlenül. Jó van. Alkonyatkor Dél-Amerika legnagyobb ragadozója, a puma is előbújik, hogy elinduljon éjszakai vadászútjára. Leginkább a hegyekben élő lámákra fenik fogukat, de hatalmas területet kell bejárniuk ahhoz, hogy vadászatuk sikerrel járjon. Aztán minden elcsendesedik. A táj a rózsaszín felhőpaplan alatt nyugovóra tér, mintha láthatatlan angyalok örködnének a természet háboríthatatlansága felett. Na, kezdődik a sor. Na, igen. Mondjad, amiről van szó. Azt mondom, hogy eddig a nagy kölyék húzik a szajrét. Melyik nagy kölyék? Hát, ott vannak azok a nagy kölyök, és, nagy úgy néz, és úgy néz ki, hogy ott valami rétek is lehet, hogy vannak. Hát tulajdonképpen ott van az a törmelék, vagy az a, ott van az a kiégett erdőrész. Igen. Ott olyan tisztásos. Hát arra el lehet jutni. Hát csak a folyón kell valahogy átunk, mert a folyón át tudunk menni, akkor azért szerintem... Nem menj ki a képből. Az, hogy azt a kis folyót ott elérjük, szerintem a mellette vagy magába a törmelékbe biztos, hogy fel tudunk. Fölmászunk a kotára, átdobjuk a cuccot a túloldalon és lesíjelünk. Ott az őrök. Az olasz kempingben. Azok a kövek azok nagyon biztatóak, ott biztos, hogy lesz ott sátorozó. Nagy kő környékén valahol, honnan fúj a szél? Csiribiri, sehol. Onnan fúj a szél. Ez csak tehát, hogyha erre az oldalra verred a sátorot. Átverés volt, hogy itt fúj a szél. Hát itt nincs is szél. Nincs el. Van egy előfal, van ez a szürke ronda. Igen. És ahol lecseng, onnan... Jött a sárgás táblák? Igen, a sárgás tábláktól egy picit balra, ott van valami rendszer, és ott van egy ilyen karészszerű, ami havas. Ez biztos, hogy ott párkányok. És utána megint, mintha lenne egy rendszer, utána jobbra. Megint van egy kis hófolt, valószínűleg ez egy nagy bevágás rendszer. Hát jobbra. Szerintem irány a haza. Csak.
hogy menjünk fel. Próbáljunk akkor izé átmenni azon. Még két óra van. Próbáljunk átmenni azon. A legalább a nagy kőig, jó? Jó. Viszlát! Páraterhes felhők, fátyol könnyedek, vigyétek a lelkem kék csúcsok felett. Távol otthonomtól szálljak szabadon, hogy e falak súlya ne nyomjon agyon. De ha elszállnátok, vándor fellegek, öntsetek arcomra hűspermetet. Ilyen zümmögő búgóhegyeket még nem nagyon láttam sehol, amik így, mint hogyha folyamatosan gyorsvonatok közlekednének ott a hegyek között, olyan hangokat adnak ki. Alaptábortól még 3 óra járásnyira volt a Kotasziklafala. A viharos időjárásban az ingatag kőmoréna és a gleccser undok terepnek bizonyult, de meg kellett barátkozni vele. Az időjárásnak a változása szenzációs volt, szóval olyan dolgokat láttunk, amit egyébként hegyek között nagyon ritkán. A hegyek tetejéről vízesésként ömlött le a csapadék, és nem ért le a földre, vagy az alatta lévő törmelék lejtőre, mert olyan erősen fújt a szél, hogy egyszerűen visszafújt a fölfelé, és eltűnt a levegőbe a vízesés. Csokit! 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 Köszi! Még csokit! Még! Mi van, Gábor, meleged van? Uh-huh. Nekem meg ebből elegem van. Bahama! Na, csináljuk azt. Bahama! A hónap nem esik ennél jobban. Mindegy, hogy ma reggel esett, indulunk el előbb, reggel. Az volt szép vagy, kicsit. Hát ez komoly. Főleg nem is havas. Nézd meg! Itt lent havasak a repedések. Minden hozza be a fő. Na jó. A viharos szél valósággal hozzánőtt a hegyekhez. Az orkán erejű lökések sokszor erősebbek voltak 100 km per óránál. Ilyenkor a gyaloglás is terhes, az egyensúlyérzék teljesen összezavarodik. Az expedíció egyetlen menedéke a konyhasátor volt, amelynek csattogó ponyvája alatt kell várni a jobb időt.
Még ide kell lenyitni. Innen verek. Ide verek, oda verek. Nevedörek. Végre elkezdődhet a tulajdonképpeni sziklamászás. A gránit sima szűk repedései természetes erővel mászhatatlanok. Ide mesterséges segédeszközök garmadája kell. Az előmászó szögeket, ezerféle ékeket és speciális sziklakampót használ a feljutáshoz. Lassú dolog ez, hiszen fél méternyi magasságért is alaposan meg kell küzdenie. A mesterséges mászás olyan, mint egy gondos, iparos munka. A trükköket csak évek alatt lehet elsajátítani. Oszi valóságos zsonglőre téren. Az Oszit nagyon, nagyon nagy élmény falon látni például. Tehát azzal a nyugalommal, ami néha persze egy kicsit megbomlik, a megszokottól teljesen eltérő közegben tud úgy mozogni, mint ahogy mi a Földön járunk, vagy levegőt veszünk, vagy... Hát ez egészen hihetetlen ez a könnyedség és természetesség, ahogy ő fent a falon él. Ahoj. A mászók a feljutás után köteleket rögzítenek a már meghódított szakaszokon. A fix kötelek elengedhetetlenek a nagy sziklafalakostrománál. A mászógépekkel való kötélmászás unalmas és meglehetősen kimerítő. A kiépített kötélpályán ereszkednek le a mászók a nap végén, hogy visszaérjenek az alaptáborba pihenni. Yes. Szenved ezzel a technológiával. Attól tartok, egy rövid tanfolyamat tartunk neki. Mi a véleményed? Gyors talpalón elvégezhetné a lenti sziklán valamelyiken a gyumározás technológiájának. Mindenféle csínyen, vinyen. Tulajdonképpen az első nagy falmászásomat azt a Gáborral hajtottam végre. Hát ő volt tulajdonképpen, aki generálta én bennem ezt az egész big wall mászást. Már akkor még ezt semmelyikünk se tudta.
megjött. A nagy falak megmászása gondos csapatmunkát kíván. A legnagyobb felelősség az előmászóra hárul. Ő keresi az útvonalat. Ez a feladat hosszú órákon át mindig kisebb-nagyobb életveszélyt jelent. A hátulmászó szedi ki a biztosító felszereléseket a már megmászott kötélhozból. A bonyolult munkafolyamatban mindenkinek megvan a szerepe, és tévedni nem lehet. Falat nem is mászok meg, de legalább jó fényképeket csináljunk, ne? Nem, de nem. Mai napunk nem lesz hosszas. Igazam van? Nem, Bozi? Ha? Mai napunk azért nem lesz hosszas. Úgy indul ugye a nap, hogy az ember próbál felkelni, nézegeti az órát, hogy hány óra van, akkor még egy picit azért visszabújik a hálózsákba, akkor felemelgeti a sátornak a ponyváját, nézi, hogy milyen idő van, hú, hát nincs is olyan jó idő, akkor még mindig vissza lehet bújni egy kicsit a hálózsákba, aztán sajnos elérkezik az a pillanat, amikor már nincs tovább. Így készül a finom kávé. Ekkora kávéhoz. Majdnem az egészet le kéne dönteni. Ez itt a Gábor kávé. Minden ideget szokott lenni. Reggelente. Nem süt a nap. Jaj! Drágaságom! Csak adtam többet, hogy ne kelljen azt is mindig leadogatni. Kenyérnek a fele, a szaláminak meg a ötöde, egy hatoda körülbelül. Nagy szaláminak a negyede, kis szaláminak meg a fele. Ja nem, annak is a negyede. Akkor az néhány napi kaja. Kincsi? Kicsit szikkadt már ez a... Megvan. Szárodva. Ha lenne egy kapu, mondjuk félúton, tehát lenne egy ajtó, amin ki lehetne sétálni a sziklafalról, és le lehetne menni egy kávét vagy egy sört meginni, akkor az elég nehéz lenne megállni, hogy ne menjek esetleg le. Tehát csak pihenni, utána vissza lehetne jönni, de pszichésen mindenképpen zavaró, hogy benn van az ember a falban. Van, aki egészen máshogy éli ezt meg, mert van, aki azt mondja, hogy ez semmi pénzé nem. Ha már egyszer elkezdte és tök jó ott fenn, akkor minek jöjjön le. De azért zavar pszichésen, hogy oda be vagy zárva. Tehát ott akkor végig kell teljesíteni. Akkor elindultam. Nem szakad le háromkor ott az a szó. Kincsi. Nem az aló. Hát, itt kicsit extra. Itt már jó lesz.
Ez el volt válva, le volt repedve. Itt is le vannak repedve sorba, de megpróbálok túlmenni rajta, hogy hol van a Mariában. Szerbusz, Hozi! Szerbusz! Szerbusz, én! Ez itt a mi kis helyünk. Sok finomsággal. Ott van a teteje. Keks. Neki jutott egy kavics, amikor leestél, mert itt van egy pötty rajta, ami nem akar elmúlni. És ez látszik? Rendsén. Hát, ha nagyon világos amit mert a filmezünk, akkor ott látszik. És még a morénán is csak gyerekek csak a falban. Mert mondjuk lejje biztos eső esett. Jó, itt van egy ilyen pötty benne. Most már mindegy. Mindenfajta dolog, amit az ember az életében szeret csinálni, az valahol feloldódás, tehát a személyiségnek az elvesztése, tehát a szűk határok elvesztése, és itt ezeket a szűk határokat egy ekkora környezetben azért az ember úgy tényleg el tudja veszíteni. Aki nem tudja elveszíteni a szűk határait, mindig benne marad a saját börtönében, az állandóan kínlódik. És a hegyek között óvatatlanul azért többé-kevésbé megszabadulsz ezektől, mert vannak olyan momentumok, vagy amik ezeket tőled leszedik egyébként. Tehát védtelenné tesznek. Hát mit hozott a télapó nekünk? Buktát! Tessék? Lekváros buktát. Egy kis hóval körítve. Hóval szabb a bukta. Karácsonyra hóvaló. Patagóniába hóval jó. Akkor most nagyon jó. Nem bukta jó. Szervusz, Oszi. Szervusz, Ati. Itt jön a kis cipőcske. A figyelem, a koncentráció egy idő után beleívódik a csapat tagjaiba, hiszen egyetlen rossz mozdulat is megbosszulja magát. Semmi sem eshet le, mert kevés dolog van, ami pótolható és nélkülözhető a falon. Állandó a figyelem, állandó a stressz. Ez fárasztó. Mégis az idő, a másodpercek, a percek, az órák és a napok az örökké valóság intenzív egyformaságával telnek. Nem hideg van. Tessé? Nem hideg van. Hideg van? Most nem érzem. Engedjem a köztesedet? Szervusztok, gyerekek! Én vagyok a Bubu kutya. Gábor bácsit kérdezem, hogy mit keres itt fent a világ végén. Szervusz, Gábor! Szia, Bubu kutya! Hogy vagy? Köszönöm, jól vagyok. Kicsit fázik a seggem, mikor, de azért jól érzem magam. Figyelj, adunk át Goratex-kabátot, jó lesz? Köszönöm! De azt nem mondjuk meg, milyen minőségű, vagy milyen gyártmányú, azt nem szabad megmondani. Na? Mit tudnál mondani nekünk? Hát a helyzet az kritikus. Még kritikusabb, mint eddig volt. Az igazság az, hogy itt véget értek a előttünk járók nyomaik, és hát a franc tudja miért, ez nem jó jel, egyrészt mert még nehezebb lesz az út, mert még strandok se lesznek benne, meg a feljutási lehetőség se,
Másrészt, ahogy Oszi meséli, tiszta jég följebb. Nem mondod. De. Az istenit. Ájjajjajjajjaj. Nehéz a dolog. Mi lesz most? Hát nem tudom. Fix koteink elfogynak, az ott a sátorhely, látod? Kutyus. Ott. Júj, az a picike ott van? Az, aha. Jézus Mária. Még van 100 méter fix kotél, aztán kész falban, még van vagy 200 méter. Ha holnap nem tudjuk megmászni, akkor vége, mert nincs több lehetőség rá. Bukta van? Lehetséges. Nagy Lekváros bukta? Nagyon. Hú, de jó. Szegény Oszi mindig előre mászott, nagyon technós az egész, úgyhogy táncol a technóra. Na, hát akkor köszönjük szépen a riportot, Gábor bácsi. Viszlát. Holnap újra jelentkezünk, gyerekek. Szerbusztok. Elég okos kutya, úgyhogy nem kell nagyon foglalkozni vele. Azt a filmben is lehetett látni, hogy milyen okosakat tudott kérdezni. Tehát mint egy felnőtt ember úgy viselkedik. Amúgy egész nyugodt, egész nap alszik. Néha kijön, körülnéz, aztán nincs sok gond vele. Azért is nagyon-nagyon szép a patagóniai mászás, mert azt azért láttuk ugye a sziklafalon ülve, hogy itt a felhők is állandóan áramolnak, sőt a felső világ, tehát a sziklák fölötti világ, az sokkal tűnékhegyemnek, meg változatosabbnak tűnt, mint az alsó. Ez fordítva szokott lenni, az ember általában lefelé figyel. Tényleg fantasztikus volt, hogy állandóan hangok voltak a hegyek között, ez a hangok is betöltötték folyamatosan a teret, minden ilyen gomolygó törvény lett. Kapitány a hajónaplónak. Február 18-a 5 óra. Megkezdjük ereszkedésünket a nagy falból. Elfogyott a kötelünk, beszart az idő. Megyünk haza. Zsiszlát. De semmi baj, küldetésünket folytatjuk. Várnak még a meghódítatlan csúcsok. Ott például az is. Kezdjük leszállásunkat a pokol 77. bugdzsába. Megy ez, vagyis hát menne. Ez még jobb is. Ha? Hát összesen jó kis banda volt szerintem. Jó hangulatú túra. Hát mindegyik emberi tulajdonság tulajdonképpen úgy megvolt egy hármunkban. Az Oszi a maga kis komolyságával, a Gábor az, hogy másik dimenzióban jár mellettünk. Én meg itt próbáltam hülyeségemmel leplezni azt, hogy nem tudok annyira mászni. Tulajdonképpen az, hogy félig fölmászok egy sziklafalon, vagy háromnegyedig, az egy, lehet úgy mondani, hogy háromnegyed siker, vagy egynegyed sikertelenség, mert tulajdonképpen néhány lépéssel maradsz el attól, hogy fölértél le a hegy tetejére. De a másik dolog pedig az, hogy a mászás az csak egy része ennek. Jó, ez a jelentősebb része, mert nyilván azért csinálod, de azért a táj szépsége, az emberekkel való találkozás, meg az ismeretlen tájra való eljutás azért ez szerintem szenzációs. Gyakorlatilag majdnem mindent megtettünk, hogy feljussunk a csúcsra, egy-két hibát követtünk el, azok is inkább ilyen logisztikai hibák voltak, mint mondjuk, mint mások, de hát a hegyek azok nem olyanok, hogy azok mindig erősebbek nálad, vagy fölengednek a tetejükre, vagy nem.
Egy ilyen expedíció után óhatatlanul megváltozunk. Minden kissé más lesz. Nagyobb távlatból látjuk a dolgokat. Visszatérünk családunkhoz, szeretteinkhez. És persze a jól bevált kis köveink is öreg barátokként üdvözölnek. Az expedíció tűnő emlék lesz, esetleg egy név. Mint ez a nehéz mozgássor elnevezése a Velencei hegységben, melyet éppen az utazásunk után másztam meg elsőként. Ez a patagóniai traversz. Szép és forgatagos koreográfia, egy morzsányi sziklán, egy olyan különös helyen, ahol gyakran felerősödik a szél. A szél összeköti a múltat a jelennel, a hazai sziklákat, a távoli kontinens örvénylő emléket.